Milyen lumbágó? Stannek lumbágója lett. Becsípődött neki egy ideg, nem tudott lemászni a létráról. Valóban maga az? Miért mondanám, hogy én vagyok, ha nem én volnék az? Mert tegnap este a vendéglőben, ahogy a férjem kezét szorongatta, sokkal fiatalabbnak látszott. Hát már megbocsásson. Te, utolsó ribanc. Leülhetek? Na, már leültem. Egy Mrs. Erskine abban a hitben távozik, hogy a férjemmel beszélt. Hát ez nagyon méltányos. Ilyen feltételek mellett elfogadom az ajánlatát. Mrs. Erskine, kérem, elmondaná a férjemnek, hogy voltak éppen miért is jött? A maga felesége viszonyt folytatott az én férjemmel az elmúlt 3 évben, évente kb. 10 napon keresztül. A telefon. Ja, most én nem érek rá, hogy kivel beszélgetni. Mielőtt nekik fogunk, meg kell mondanom, hogy van egy feltételem. Legyen az bármi, megcsinálom. Mikor túl vagyunk rajta, el kell mondja Marsának. Na rá, hogy elmondod nekik. És most jöjjön, és semmi oka rá, hogy gátlásaim legyen. Igen, én azt érezném, ha gátlásaim volnának. A medált magamon hagyom. Hát ez remek ötlet. Tudja, nekem nagyon tetszik. Ahogy így fekszik az ágyon, egy szál medálban!